A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A Magyar Kultúra napján a hagyományokhoz hűen a Vörösmarty Színházban adták át a Prokultor Alba Régia díjat, amelyet ebben az esztendőben a Fehérvári Kézművesek Egyesülete érdemelt ki. Az az egyesület, amelyet a 25. születésnapján is köszönhettünk, vendégem pedig természetesen Szenci Jánosné, az egyesület elnöke. Tisztelettel köszöntelek. Szervusz Lajos, köszöntöm a nézőket. Mutatnám ezt a fantasztikus kiadványt, és még majd mutatok többet is. És ahogy belelapoztam, egy olyan gondolatsort szeretnék önöknek ebből idézni, ami azt hiszem, hogy rávilágít arra, hogy milyen fontos ebben a felgyorsult 21. században a kézműves mesterség, és miért fontos, hogy mi mindent tesznek a Rácz utcában is azon túl a fehérvári kézművesek. Nos, ez Pongrácz Zoltán, az egyesület volt elnöke fogalmazta meg. A kézművesség nem csak jó csengő, divatos fogalom, melyet aki csak teheti, szeretne szakmája jelzőjeként tudni. Valójában azt a tevékenységet jelenti, amikor az ember az alkotás folyamatának jelentős részében teljes személyiségével vesz részt, a gondolata, érzelme, tudása és a megmunkálás folyamata a keze munkáján keresztül közvetlenül érik alkotássá. Azt hiszem, hogy ez egy olyan gondolatsor, amit jó, ha a fejünkben tartunk. De ezzel tulajdonképpen nincs gond, mert hogy Székesfehérváron rendkívül népszerű a kézműves mesterség. Ez köszönhetően annak, hogy létrehoztátok, ugye 1998-ban mindössze 15 taggal indult ez a történet. Így van, 15 taggal, és a Öreghegyi Kézművesek Társasága, akik akkor összejártak, együtt alkottak, ők alapították meg tulajdonképpen az egyesületet, tehát akkor már lehetett egyesületeket létrehozni, és akkor úgy gondolták, hogy egy hivatalos formát adnak ennek a csapatnak, és hát így lett Fehérvári Kézművesek Egyesülete. Ha visszatekintünk, akkor a kézművesség, mármint itt Székesfehérváron, milyen hagyományokkal bírt? Ugye, ami a szlogenünkben is van, hogy a kézművesség, akkor Rácz utca, mert a Rácz utcában régen kézművesek laktak. És mi valahogy ezt érezzük is, hogy sokszor mondták, hogy a régi emberek szelleme belénk is költözik, amikor kézművességről van szó, de úgy érezzük, hogy ehhez az utcához a kézművesség illik. És akkor így jött a gondolat, hogy hát akkor próbáljuk olyan programot mindenfélét csinálni, úgyhogy a kézművesség legyen a főszereplő. A folyamatos fejlődés záloga, ez meggyőződésem, hogy fel kell fedezni azokat a régi mesterségeket, amelyek ebben a 21. századi vagy a 20. század végi világban már szinte eltűntek. Hogy fogtatok hozzá a munkához? Most, mikor nyílott ez a Mesterek és Tanítványa kiállítás, akkor kicsit visszalapoztam én is az időbe, és 2012-ben például még nem volt egyetlen egy szakkörünk se. Tehát összejöttek az emberek, kiállításuk volt, de nem volt rendszeressé téve az, hogy foglalkozások vannak. Igaz, hogy a hely is ugye változó volt, mert hát nem volt akkor az, ami most van, a kézművesek háza, az alkotóházunk, hanem mindig máshol kerestek helyet a kézművesek. És 2010-ben ugye megkaptuk az alkotóházat, én 2012-ben lettem elnök, és 2013-tól elindítottunk szakköröket, 4 szakkört, hogy hát próbáljuk meg, hogy van-e érdeklődő, szövéssel kezdtünk, meg az asszonyműhellyel, tehát asszonyi foglalatosságokkal, bútorfestéssel, és volt egy fiatal ember, aki fa intarzia készítést tanított, tehát ezzel a 4 szakkörrel indultunk, és azt láttuk, hogy jönnek rá az emberek, érdekli őket, akkor úgy fokozatosan bővült az, hogy mit szeretnénk, mi kellene. A nagy lökést viszont a 2018-as csóri pályázat adta meg, amikor hát anyagilag meglettek támogatva a kézműves szakkörök, és előnyben voltak a népi kézműves szakkörök.
és akkor azt mondtuk, hogy hát akkor, ami most évek óta már halmozódott, hogy ilyen szakkör, olyan szakkör, amolyan kellene, akkor elkezdtük. És akkor lett fafaragó szakkör, lett bőrös szakkör, lett gyöngyfűző szakkör, tehát a népi mesterségeket hoztuk, és sokszor tanítjuk újra. Ennek a 25 évnek a többek között nyilván az is tanulsága, hogy a régi elfeledettet igenis vissza lehet hozni. De milyen hagyományai voltak Székesfehérváron a kézművességnek? Hát ahogy mi nézegettük, meg utána olvastunk, ugye ott az utcák elnevezése is erre utal, a bőrrel kapcsolatos kikészítésének a nevei ott vannak az utcákban. Tehát a bőrösök biztos, hogy ott volt a kalapos műhelyt is, ott van az a utca végén a múzeum, ott még őriznek benne dolgokat, tehát akkor az is a kézművességhez tartozott. Sok-sok olyan mesterség, ami már nem is tudjuk, talán a nevére se emlékeznek sokan. Mi megpróbáltuk ezeket megkeresni, és inkább a mai kézműves szakmákat próbáljuk megmutatni, művelni és tanítani. Van, amit újra tanítunk, tényleg van, aminek nekünk is utána kell néznünk, és hát ha tudunk, akkor ott lépünk is. Tehát ez volt a folyamatos fejlődés záloga, hiszen azért tudjuk, hogy Székesfehérváron a különböző városrészekben azért egy-egy népi mesterség nyilván előfordult, ami gyakorta így volt. Rácz utca kulcs pillanat volt szerintem, amikor a Rácz utca az otthonotok lett, hiszen azért nagyon is jól tudjuk, hogy milyen állapotban volt jó ideig, hosszú-hosszú ideig, és el kellett indítani azt a folyamatot, amelynek mentén ma a Rácz utca szerintem egy csoda. Hát igen. Az akkori kézműveseknek 2010-ben, hogy ez a ház ilyen állapotba került, nagyon sok köszönhető. Tehát a Gulyás házaspár, Ági is, Tóni bácsi is, vagy a Radecki Csilla, tehát akik ott voltak a kezdeteknél, és nagyon sok utánajárásra segítettek, hogy ott el tudjon indulni egy élet, mert tényleg egy romos épületet kaptunk meg, ami rendbe lettéve, önkéntes munkával, akkor társadalmi munkával, sok-sok egyéni munkával, amit az akkori kézművesek beletettek, és azóta is hát fejlesztjük folyamatosan, és karban tartjuk. Kik voltak már, mint az önkéntes munkákon túl a segítségetekre? Hiszen mindig azt vettük észre, akik jártunk különböző rendezvényekre, hogy mindig valami újdonsággal találkozunk. Tehát teljesen otthonszerű most már a Rácz utca. Az biztos, igen. Az ember, tudod, ahol lakik, azt a maga képére formálja. Hát régen ez egy pékség volt, a Mányi pékség, már látjuk a papírokból, amik ott maradtak, és hát nagyon leromlott állapotban volt. Az elején ugye számított az, hogy hát most már idős vagy, már többen nincsenek közöttünk kézművesek, pedagógusok voltak. Olyan iskolákba tanítottak, középiskolákba, szakmunkás iskolába, ahonnan kaptunk segítséget. És akkor egy-egy szereléshez, vagy valamit bevakolni, megcsinálni. Tehát akik akkor részt vettek a háznak a úgymond társadalmi munkájába, azoknak a neve mind kint van a falon, egy nagy tábla örökíti meg, tehát hogy több szakközép és szakiskolából kaptunk segítséget. Ugyanakkor rendkívüli felelősség a tiétek. Egyik oldalról ugye vannak olyan kézművesek, akik már régóta ezt csinálják. Viszont amikor megérkezik valaki, mert figyelemfelhívásként fülébe jutott, hogy van ilyen, és elkezdi, akkor mi az a folyamat? Hogy maradjon ott, szeresse meg, és tanulja meg, ami szintén fontos. Igen, ez cél mindenképpen, mert van, aki így jön konkrétan, hogy egy konkrét dolog érdekli, és azt akarja megtanulni. Aztán vannak olyanok, akiket minden érdekel, tehát még nem tudják, hogy mi vár rájuk, tehát több olyan tagunk van, aki így vándorol a szakköri lehetőségek között, mert hogy ő ezt is akarja, meg azt is akarja, szóval mindenfélével találkozunk. Van, aki például nyugdíjba megy, és egész életében szeretett volna megtanulni, mondjuk szőni, és nem volt rá ideje, lehetősége, nem értett, de most nyugdíjas lett. Csomó felszabaduló ideje van, és akkor megkeresnek ők is bennünket. Fiatalasszonyok is megkeresnek. Tehát
Változó, változó. És persze az érték megőrzés is rendkívül fontos számotokra. Tehát amikor azt mondjuk, hogy nem csak azt az elvet, ami a kézművességet fenntartja, folytatjátok, hanem működik az is, hogy a tanulmányok mellett a megtartó erő is fontos. Tehát az előadások ezt a célt szolgálják többnyire, hiszen jártunk nagyon sok előadáson. Tudatos az, hogy mikor kiket láttok vendégül? Hát mindig minden év elején megbeszéljük, hogy milyen szakmai napokat szeretnénk tartani. Azt láttuk, hogy a magunk példájából indultunk ki, hogy kell az embereknek lehetőség arra, hogy egy-egy szakterületen találkozzon azzal másokkal is. Mert ők máshogy csinálnak valamit, egymástól is tudunk nézni dolgokat, egymásnak is tudtunk segíteni. Na most a legtöbb gond ilyenkor az volt, hogy csak elméleti képzést kaptunk, de nincs gyakorlat. Nagyon szép, igen, az ember megnézi meg könyvbe, de tudod, a kézművességnél lehet, hogy egy mozdulat van, amit a könyv nem tud leírni, meg megmutatni, és akkor azt mondtuk, hogy mi olyan szakmai napokat szeretnénk, hogy délelőtt legyen elmélet, mert szükség van arra is, mert érdekességek dolgok vannak benne, régi dolgok, mindenféle, tehát legyen előadás, de délután mindig gyakorlat legyen. Tehát, hogy lehet azt megcsinálni, és úgy hívunk előadót, aki tudjuk, hogy annak a szakmának mestere, tehát meg tudja mutatni, hogy itt hogy kanyarodjon, ott hogy fordítson valamit, és ezzel átlendíti az embereket, hogy hú, itt elakadtam, és nem tudom megcsinálni, de akkor ebbe tud segíteni. Tehát mi milyen szakmai napokat szervezünk, most az idén is már elkezdtük, és ilyenkor mondjam azt, hogy magamból indulok ki, mi az, ami engem érdekel, akkor megkérdezem a többieket, ha rábólintanak, vagy van új ötlet, na, akkor azt is bevesszük, és akkor így alakul ki az az egész éves dolog, ugye a kötelező elemeken kívül, amit minden évben tartunk a hagyományápolásnál, tehát így alakul ki az, hogy most, na akkor kit hívunk meg. Mit tudom én, gyöngyös területről kit hívunk, vagy a csuhézásból kit hívjunk meg, és akkor ott körbenézünk, hogy kinek a munkáját ismerjük, mert lehet, hogy nagyon szép dolgai vannak, de nem tudja átadni az ismereteket, és ez nagyon fontos. Ugye én pedagógus voltam, tehát tudom mi az, hogy ha gyereknek ötször magyarázom el, és még mindig nem érti, akkor is meg kell találnom az utat, hogy megértse, és úgy magyarázunk. Na most ugyanez a helyzet a kézműves mesterségeknél is, hogy azt át kell adni a tudást. Tehát ez a folyamatos fejlődés záloga. Így van. És ez rendkívüli felelősség is. Így van. Így mint van. Ahogy az is nagy felelősség, hogy a fehérvári, én azt mondom, aki gyakorta jár a hasonló helyekre, hogy három, ennél több nyilván, de három olyan alapvető rendezvényt szerveztetek meg, indítottatok el útján, ami meghatározó Székesfehérvár életében. És ez függetlenül attól, hogy ki miként gondolkodik, igen, fiatal vagy sem, az első tojásfestő maraton. Itt van, hoztál is egy, igen, hoztam, ezt szeretném megmutatni. Hiszen itt aztán ebben kérem szépen minden benne van. És ugye megtapasztaltuk mi fiúk, meg mindenki, egy ilyen alkalmon, amikor végigkövettük, hogy miként készülnek a tojások, hogy ez egy rendkívül fontos és nagyon sok színű mesterségbeli tudást igényel. Így van, pontosan. És tudni kell a hátteret is, a régi dolgokat, hogy mi mit jelent, tehát amikor festem a tojást, milyen motivumot teszek rá. Tavaly például meghívtunk Mosonyi Éva tojásfestőt, akiről mondhatom azt, hogy amit ő nem tud, arra már nincs is szükség a tojásfestésbe. Meseszép dolgai vannak, és ő is magyarázta ezt, hogy most melyik motivum mit jelent, hogy a lányoknál ez régen, hogy volt a fiúknál, hogy melyiknek milyen tojást adtam, és ha az nem fogadta el, de egy másikat vett ki a kosárból. Tehát, hogy régen ezeknek mind megvolt a jelentése, udvarlási szokások is egyben, hogy hát akkor az ilyen jelképpel a díszített tojást adom át. Vagy egyszerűen csak egy rontáselhárítás szerepe, és a kézművességben nagyon sok ilyen volt. Sajnos nem mindenhol találjuk meg ezeket már ma,
meg sokan nem is tudjuk a mindegyiknek a jelentését, de próbálunk utána nézni. Igen, ez is olyan, mint a különböző viseletek díszítései, hogy a teljes Kárpát-medencét tulajdonképpen le tudjátok fedni, hiszen annyiféle különböző névcsoport csodája tetten érhető. De ugyanez van a Tűzzel-Vassal Fesztiválon. Én azt hiszem, hogy ez meg annyira példaértékű, hiszen azt tudnunk kell azért, hogy a népi mesterségek közül ez egy különleges történet. Igen, és attól is különleges, hogy hát most lesz 20 éves, 20 évvel ezelőtt a késes szakma, mint olyan megszűnt, tehát nem képeznek késeseket, kovácsokat sem. Mai napig sajnos nem sikerült visszatenni az oktatási rendszerbe, és mint egy vészharangot kongatták meg ott páran az Egyesületben, hogy akkor hívjuk össze a késeseket, szervezünk egy találkozót nekik, és hát beszéljük meg a problémát, vagy hogyan legyen, vagy mint legyen. És 20 évvel ezelőtt, helyesebben 21-ben egyet nem tudtunk megtartani a Covid miatt, tehát 21 évvel ezelőtt összejött egy maroknyi csapat, 5-6 késes jött el, tehát így kezdődött a dolog, hogy hát még nem tudták, mi lesz, hittek is benne, nem is, de az itteni szervezők voltak olyan makacsok, hogy újra és újra minden évben megrendezték ezt a késes fesztivált, és most ott tartunk, hogy tavaly 72 mester jött el, késesek, kovácsok, fegyverkovácsok, de mondhatom azt, hogy körülbelül 3 éve már a kés alapanyagkészítők jönnek, akik hozzák a fémes dolgokat a késekhez, tehát meg lehet náluk rendelni, vásárolni, a bőrös alapanyagokat hozzák, meg olyan extra gépeket is be tudnak mutatni már, hogy hát mi is csak csodálkozunk. Fantasztikus élmény nyújtott egyébként. Igen. Jellemző módon a kollégáimkal Sárbogárd felé járunk, akkor az első dolgunk a mesterhez vezet. Mindig. Igen, Révész Árpád. Akivel aztán természetesen találkozunk. És egyre többen jönnek, és egyre népszerűbb. Tehát úgy tűnik, hogy a szülők rájöttek arra, hogy a hasonló kiállítások, és ez vonatkozik a tojásfestésre is, egyre inkább vonzák a fiatalokat. Egyébként ezt tapasztaljátok, hogy a fiatalok is megjelennek most már egy-egy alkalmon? A késeseknél tapasztaltuk, hogy ugye jöttek az idős mesterek, bemutatóztak, ezt csináltak, azt csináltak, örültek egymásnak, tehát nagyon sokszor eljönnek az ország túlsó végéről, csak azért, hogy XY-nal tudjanak találkozni, és egy jót beszélgetni. És akkor azt láttuk, hogy az apák nem a fiúknak, hanem az unokának lett átadva a tudást. Tehát amit a nagypapa tudott, azt átadta az unokának, tehát így kimaradt azért egy generáció, mert azokat nehezebb volt megfogni, vagy mindegy, azokat nem nézzük, de az unoka megkapta, az unoka öccsök, tehát a családba, ha volt fiúgyerek. Most pedig azt látjuk, hogy az interneten egyre több olyan dolog megjelenik, ami késkészítéssel kapcsolatos, és nagyon sok fiatal nekiáll, és nem mestertől, hanem az internetről tanul például késkészítést. Na most, hát ezen, mint kézművesek, tudnánk finomítani, tehát tavaly is volt olyan fiatalember, aki odahívott bennünket a standja elé, hogy segítsünk neki, mondjuk el a népit, hol tudja magát továbbképezni, kihez tud menni, szóval ennek örülünk, mert itt látjuk a fejlődést. Ezek az alkalmak mindig rávilágítanak arra, hogy valóban egy közösséget alkottok, és általában a közösséget alkotnak a kézművesek is. Igen. És hát van egy olyan nekünk a betlehemi szép csillag, ami azt hiszem, hogy azelőtt mindig beleborzong az emberfia, ha erről beszél, mert hogy ez valóban ez egy csoda. Így van, és az idejében, nem tavalyi már így mondhatom, igen, meg 2023-ban nagy meglepetés volt nekünk, hogy ugye ez már 21. éve megy a betlehemi szép csillag. És tavaly volt olyan 60-70 alkotás, amivel pályáztak felnőttek és gyerekek, az idei évben viszont 180. És egyszerűen megdöbbentünk, mert erre nem számítottunk mi se, hogy 180 pályázat érkezik be, felnőttől, gyerektől, iskolai csoporttól, egyénektől, és a zsűri miután átnézte, 168-at ki is állítottunk. Tehát tulajdonképpen a háromszorosa lett mindennek,
mint ami volt az előző években. Igen, erről beszámoltunk, és hát együtt végignéztük az egészet. Én azon lepődtem meg, hogy egyre több kisiskolástól általános iskolás és középiskolás vett részt ezen. Igen, és gondoskodó szeretettel készült tárgyakat láthattunk. Így van. Volt, aki föltette nekünk már a kérdést, hogy mi értelme van ennek, úgyis minden évben ugyanazt látjátok. Hát nem ugyanazt látjuk, mert más a gyerek fantáziája, hogy hogyan alkotott, mit szeretne megmutatni felnőtteknél is. Látjuk azt, hogy volt olyan, aki eljött 5 évvel ezelőtt, kérdezte, hogy most akkor miért nem felelt meg, mit lehetne javítani, tehát tanácsot is kértek, segítünk is ebbe. És azt látjuk, hogy népszerű volt most nagyon. Ugye ez az évforduló tanulságos abból a szempontból, ugye megjelent, ezt már mutattam, tehát a 25 év 25 mesterség, tehát ahhoz képest, hogy amikor azt mondjuk, hogy 15 taggal indult, és most már 125, amikor 25 évvel ezelőtt nem tudom pontosan, hogy hány mesterség volt, de most már 25 mesterség van. Sőt, már több is azóta. Vannak-e olyan mesterségek, amelyek még kevésbé népszerűek, de szinte bizonyos vagy abban szakemberként, vezetőként, hogy előbb-utóbb meghódítja a fiatalokat, az embereket? Mert hát azért inkább, itt ezt fellapozom, nagyon sok minden van. Igen, inkább azt mondom, hogy mi az, amihez plusz dolgok kellenek. Tehát az, hogy fazekas szakkör induljon, ahhoz az kell, hogy legyen egy égető kemence, mert annélkül nem lehet szakkört indítani, tehát ez nem egy kihaló félbelevő, sőt, nagyon is szeretnének sokan jönni fazekas szakkörbe, de hát nincs lehetőségünk, pénzünk arra, hogy egy kemencét ott az udvarba létre tudjunk hozni. Aztán ugyanígy vannak olyan szakkörök, amelyek eszközigényesek. Tehát például ott van a vászonszövés, ott most már van 6-8 szövőszékünk, mert anélkül nem lehet vásznat szőni, ha nincs szövőszék. Más az, hogy kis keretek vannak, de azon azt nem lehet készíteni. Aztán most például 2 hete szólt az egyik kézműves, hogy hát szeretne hímzőszakkört indítani. De nem úgy, hogy ugye, mint a régi, hogy összeültek, aztán hímeztek az asszonyok, hanem ő egy kicsit modernebb formába tartaná, hogy megtanít öltéseket, öltési technikákat, különleges öltéseket, meg az, hogy mire, mit lehet, hogyan, tehát egy ilyen textil anyagismeret, gyártásismeretet is elmond a több annaknak, akik részt vesznek, és utána azt mondta, hogy ő inkább házi feladatot adna. Tehát azokat, amiket ott megbeszélnek, megmutatja, azt gyakorolják otthon, mert ahhoz, hogy szép dolgokat csinálj, ahhoz gyakorolni kell. Azt sajnos nem lehet kihagyni. És az a jó ebben az egész történetben, hogy ezek nem akciók. Igen. Sokkal inkább egy folyamat részei egyik oldalról. Igen. Tehát ahogy folyamatosan fejlődik a világ, nyilván a kézműves mesterségek is visszatérnek, hála Istennek, a mindennapjainkba. Karácsony tájékán, amikor Cserpakos András polgármester úr meglepetésszerűen találkozott nagy meglepetés veletek volt a belvárosban, nekem, akkor még nem gondoltuk, hogy majd a Prokultúra díj is a tiétek lesz, mármint a csapatodé. Hogy fogadtátok ezt az elismerést? Hát, amikor megkaptam a levelet, akkor úgy leültem, hogy hoppá. Jó, az ember álmodozik, tudod, hogy most már 25 éve dolgozunk, és milyen jó lenne, ha mi kapnánk a díjat. De amikor tényleg az ember ott volt feketén-fehéren a papíron, hogy hát mi kapjuk meg, akkor először csak a vezetőségnek mertem elmondani, mondom, képzeljétek el, hát ez. Szóval nagyon örültünk neki, a többiek is nagyon örültek, és elég sokan el is jöttek a színházba a díjátadóra, meg hát majd találkozunk a hónap első szerdáján, és majd külön megünnepeljük ezt. Megható ünnepség volt mindenképpen. Igen, szóval én is ott elnémultam, amikor a színpadon megláttam azt a rengeteg embert, hogy hú, tehát, hogy szóval nagyon-nagyon jó. Nyújtott, Zsuzsa? Tessék? Megerősítést nyújtott számotokra? Igen, tehát ez ugye az ember önbecsülését növeli, hogy igen, erre szükség van. Tehát nem csak mi érezzük úgy, hogy szükség van, hanem más is érzi azt, és látja azt, hogy itt egy jó közösség létrejött, és ez a jó közösség mikre képes. Mikor lesz az az alkalom, amikor közösen ezt meg tudjátok ünnepelni a székesfehérváriakkal együtt?
hát majd most keressünk egy alkalmat, mert ugye az egyesületi gyűlésünk az minden hó elején szerdán van, és hát nem biztos, hogy akkor elég lesz az idő az ünneplésre, de ezt meg fogjuk majd beszélni a többiekkel, hogy hogyan. No. Hát én köszönöm szépen, és még egyszer minden székesfehérvár és minden kézműves barát nevében gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy vagytok, és természetesen, ha lesz ünnep, ha nem, az alkalmakra továbbra is ellátogatunk, hiszen azt hiszem a Rácz utca az nagyon-nagyon fontos Székesfehérvár kulturális életében, múltjában, jelenében és jövőjében. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Szenci Jánosné volt, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke, abból az alkalomból, hogy ebben az esztendőben ők vehették át a Prokultúra Alba Régia díjat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.